Hát nézd, egy TVSC 15 perc mindennel együtt, tehát nyersen 13 perc egy beavatás. Tehát belefér több is egy zsebkönyvben. Most ez ugye 17 éve megy a Duna Televízióban, és hát 500 körüli esszé készült ez alatt az idő alatt. És hát ezek itt különböző könyvekben meg is jelentek, és hát az emberek hát úgy szeretgetik valamennyire, és olvasgatják is. Az olvasható változat az egy kicsit jobb, mert az egy kicsit bővebb, mert ez a 13 perc néha, nem mindig, néha kevés az adott gondolathoz is. És az ember utána írásban kiegészítheti azt, amit nem vehetett bele, vagy esetleg olyan is előfordul, hogy ki kell vegye. Én készítem a műsort, tehát én veszem ki, hogyha kiveszem. Mindegyik beavatás valójában mindennel foglalkozik. Tehát mindegyik beavatás kötet. Itt ennek ugye az Országút szélén a címe, és az Országút nagybetűvel van írva, mert itt Isten országáról van szó, és arról, hogy hogyan is juthatunk az Isten országába. Az evangéliumnak a leggyakrabban idézett, illetve az evangélium leggyakoribb kifejezése az Isten országa, tehát Jézus állandóan az Isten országába hív bennünket, és ugye azt mondja, hogy Isten országa köztetek van, vagyis Isten országa egy evilági dolog, mégpedig egy szellemi dolog, egy szellemi viszony az emberek közötti, szellemi, lelki, erkölcsi, érzelmi, és hát gyakorlati viszony is természetesen, hogy hogyan bánunk egymással, hogyan tudunk egymásról gondoskodni. Most ez a dolog azért nagyon sok formában jelenik meg az ember életében. És hát ezek a formák azok, amik adják ennek a keretét. De emellett azért van olyan kérdés, van olyan esszé ebben a kötetben, ami Európa jövőjével foglalkozik. A bölcsesség az egy nagyon idegen dolog a mai embertől, mert a mai ember az okosságnak az elkötelezettje, az okosság pedig ugye benne van a szóban is, okról okra haladást jelent. Most a bölcsesség pedig nem okról okra való haladást jelent, vannak olyan pillanatok, amikor az ember megvilágosodik, ráébred, rádöbben valamire, hogy ez így jó, vagy úgy nem jó. De most ez az út, ez a másik út a bölcsességnek az útja, ami azt jelenti, hogy az ember föl kell számolja magában az érdekeit. Azokat a célokat, amik a pénzhez, a sikerhez, az érvényesüléshez kötik. A bölcs nem akar sikeres életet élni. A bölcs nem akar meggazdagodni, nem akar elismerést kapni, dicséretet kapni, és így tovább. Sőt, kínos helyzetbe hozza, hogyha dicséri valaki.